Arnót község önkormányzata sikeresen szerepelt az Észak-Magyarországi Operatív Program településfejlesztés Arnóton című pályázatán, amelynek keretében az elvégzendő beruházások között autóbusz öböl kialakítása, utak aszfaltozása, járdaépítés, valamint a művelődési ház külső és belső felújítása szerepelt. A projekt több mint 67 millió forintból valósult meg, amelyből az önkormányzatnak 5%-os önerőt kellett biztosítani. Az elmúlt hónapokban a helyi művöldösi ház új tetőszerkezetet kapott, és korszerűsítették az épület elektromos hálózatát. Az orvosi rendelő melletti területen hat parkolót alakítottak ki a személygépjárműveknek, melyet térkőburkolattal láttak el. Arnót meddigi egyetlen aszfalt nélküli utcáját, az Arany János utcát szilárd burkolattal látták el, hiszen korábban zúzott kő borította ezt a szakaszt. A Petőfi utcán található Vas Albert emlékmű mögötti terület szilárd burkolatot kapott, majd a járdát 100 méterrel meghosszabbították. A fő utcán található három buszöblöt is aszfaltborítással látták el, az akadálymentesítésük is megtörtént. A projekt ünnepélyes átadását augusztus 19-én tartják Arnóton.